10 perces harangszó emlékeztetett a 100 évvel ezelőtti eseményekre csütörtökön 16 óra 32 perckor, ugyanis ebben az időpontban írta alá Magyarország 1920. június 4-én a trianoni békeszerződést, amely értelmében elveszítette területeinek és lakosságának mintegy kétharmadát. Farkas Péter harangkutató arról tájékoztatta szerkesztőségünket, kezdeményezték, hogy a nemzeti trauma évfordulóján szólaljanak meg újra Eger harangjai, amelyek zúgása 1920-tól a II. Világháború végéig bejárta Eger völgyét. Korábban a lakosság nagy része felvonult a Gárdonyi ház környékére, mert onnan lehetett legjobban hallani a megszólaló 20-22 nagy harangot, adta hírül a kutató. Majd a kommunista időszakban és a rendszerváltás után nem harangoztak egyik évben sem, tette hozzá. Most a 100. évforduló kapcsán ezt hozta vissza Farkas Péter ötlete.